két rúst néztem ki. Ez az 5, 25, meg az 5, 58. Itt vannak egyébként a jobb szélső, pontosan az a kedvenc téglás árnyalatom, és már én évek óta vadászok egy ilyen színt, mat rúzs, és gyönyörű. A Diortól. 5-25-ös. Kaptam is segítséget, úgyhogy már a rúzs bent van a kosárban. Hát szerintem állati gyönyörű, csodálatos. Kiszacsoltam, ez a világosabb. A neve az a 028-as Actrice Satin. A másik pedig a jobb arcomon van, ez a 999-es. Az nekem túl egyértelmű, ez sokkal szebb. Ez a mit, ma látjátok, ez a picit ilyen rózsásabb halványos, de van benne valami kis barackos. Itt meg kijött az évi egy pattanásom, de már szárad le. Úgyhogy, hát ez nagyon szépen néz ki. Én tükörből is így messziről. Ez sokkal jobb, ez sokkal szebb. Lejöttem. Leültem ide, mert itt egy ilyen smink lemosási, meg gondolom sminkelni lehet itt, ilyen lehetőség, és annyira tartós ez a rúzs a kezemen, hogy sima papír zsebkendőben nem jött le, úgyhogy kaptam ilyen lemosót. Ezt a KDL Vérát, ezt itt lehet kapni a Müllerbe. Úgyhogy most ebbe fogom lemosni a kezemről a cuccot. Hogy mennyire szép ez a pirosító. Hát ez valami őrület. Hát nem akarom mondani, hogy ezt is beraktam a kosaramba. Rettenet. Na mindegy, most már szerintem lassan kimegyek innen, mert ilyen... Na, nem is folytatom. Figyeljetek, ezzel leszettem a kezemről a rúzsokat, és annyira jól lehozta, és szerintem ezt a Zsuzsi ajánlotta múltkor a videóban, szerintem ő volt, aki ezt a KDL Vera lemosót, ilyen Makeup Entferner, Augen Makeup Entferner. Úgyhogy azt írja, hogy minden bőrtípusra tisztít, és még meg is nyugtat, beruhigend, úgyhogy itt már mindent ír, de egyébként ígér, de csinálja is, mert tényleg leszette, úgyhogy most ez egy ilyen ajánló is. Én nem fogok menni, mert nekem most van otthon a Biodermától, de ezt figyeljetek, nézzétek meg, mert ez tök jó. Egyébként ide jöttem a szokásos helyemre, ugye a Christian Bretonhoz, de most megint nem látom azt a rózsavízes sprét, úgyhogy szerintem az megint nincsen, pedig azt szerettem volna venni. A másik, amit nagyon szeretek, a Clarins, és itt vannak ilyen leakciózott dolgok, úgyhogy most mindjárt megnézem, hogy azok mik. Na, itt például van egy 15-ös fényvédő faktor, és azt írja, hogy ez egy nappali fluid minden bőrtípusra. Bőrkisimító lotion, az első ráncok, nem tudom, nekem már biztos nem az elsők vannak, tökéletes ápolás, 30 éves korosztály szájra, hát ezt már én nagyon lekéstem, úgyhogy ezt most visszarakom. Azt mondja, mit hirdet itt? Ez meg csak egy tesztel, úgyhogy ebből meg majd nem tudok. Ez micsoda, mert ez is fél ára van leszállítva. Ez egy nappali krém, normális kombinált bőrre. Ez lehet, hogy jó lehet. A mai éjszakai krém ugyanabból, és ugyanúgy le van akciózva fél ára. Csak így mutatom, hogy most így nagy akciók vannak. Na viszont a Christian Burtontól valamit felfedeztem. Azt mondja, hogy ez egy ajak volumennövelő gél hialuronsavval. Hát nem tudom, hogy nekem szükségem van még ajaknövelésre, de minden esetre ez is most le van árazva. Ez jó lehet. Ez egy szemkontúrápoló gél, és C-vitaminos. Nézzük csak meg közelebbről. Igen, ez egy C-vitaminos szemkörnyékápoló krém. Lementem a Clarinshez, ez pedig egy cleansing gél, agytisztító gél, frissítő, mélytisztító gél a fiatalos bőr megőrzéséhez. Ez is ilyen minden szennyeződést eltávolít. És ez is le van árazva. És imádom ezt a márkát. Itt az ajánlat fél áron. Nem is ott, nézzétek, csak 8000 forint.
Na, ez pedig egy ilyen tisztító folyadék. Szintén Clarins. És mit ír? Ez egy mély tisztító és mattító tonik. Na most én használok egy Clarins tonikot. Nagyon-nagyon jó, most fog elfogyni. Természetes összetevőket tartalmaz. Mattít, segít kiegyensúlyozni a bőrt. Kifényesedést meggátolja. Hát ez jól hangzik, és amúgy így néz ki. Vannak ilyen szérumok. Seven Days. Én meg az életben ezt nem hallottam. Azt mondja, hogy ez ilyen peptides, hidratáló booster szérum, acne stop, lifting, hámlasztó. Ezt nem is ismerem ezt a márkát. Tudtok erről valamit? Azok a nagyon klasszikus fürdők, amiket még vettem. Hát nem is tudom mikor, hát persze egy sincs belőle, de ezek nagyon jók, és legfőképpen ez az argánolajos hát ecseteket is egyébként, illetve egy alapozó ecsetet, mert ez így majdnem, hogy be fog kreppanni, ami otthon van, mert megmutatom, hogy milyen állapotban van, és most már sajnos nem tudok vele mit csinálni, viszont ezt néztem, hogy nézzétek, ez egy ilyen folyékony, hol is van? Krémes vagy folyékony make-up termékek fedő nagy felületű felvételéhez. Vegán szintetikus szál állatszőr allergiások is használhatják. Hát figyeljetek, ezt lehet többbe próbálom. Itt vagyok a Miss Sportinál, és a múltkori videójában Timinek nagyon-nagyon ajánlották a lányok, mert ugye együtt voltak vásárolni ezt a szempilla festéket. És én gondoltam, hogy ezt ki fogom próbálni. Na nézzétek meg, milyen gyönyörű szép arcpalettát találtam a Catrice-től. Hát szerintem ez gyönyörűen néz ki. Wow! És megtaláltam a kedvenc színemet, úgyhogy ez viszont jön velem. Eztem a fátyolmaszkokhoz, úgyhogy ez a Kánaán. Nekem ez a Kánaán, és egyébként tök jó árban van, olcsóbb, mint a Rossmannban, nézzétek meg. Ilyen 800 körül vannak. Úgyhogy ez mindenféleképpen megérés, fogok is ezekből vinni. Ez egy ilyen pezsgő, de amúgy egy fürdőhab vagy dusgél. Nézzétek meg, mennyire klassz, és most lesz 18 éves a növendékem a jövő héten, úgyhogy én szerintem ezt neki megveszem ajándékban, hát ezt haláli. Árasevészes. Kérem szépen, meg vagyok, benn van a cucc hátul. És most tényleg mi? Rajtam van a nevedés. Szóval, hogy felhúzok leszelem. Na, hogy tényleg sorra-sorra haladtam, most nem rohantam, megnéztem tesztereket, átnéztem. A végén egyébként magamra fújtam egy parfümöt, le volt szállítva, az is fél ára, 9000-re, de most nekem van otthon, meg tele vagyok, de isteni finom illata van, egy Christian Breton parfüm. Nagyon finom illata van. És nézzétek meg, a pirosítóm. Ugye ebben a fényben is mennyire látszik, hogy ez nem, de ez viszont igen. Na jó, majd otthon akkor mesélek. De jó, hogy kipróbáltam ezt a pirosítót ott benn, mert most itt ebben a fényben nagyon-nagyon jól látom, hogy mennyivel jobb ez, mint ez. Na gyorsan még egyszer itt megcsodálom, a lépcsőházban már itthon vagyunk, ezt a pirosítót. Mert fönt már úgysem lesz ilyen fény, de annyira tetszik, és én most olyan boldog vagyok, komolyan mondom meg, hogy azt a rúst is, hogy megtaláltam, évek óta keresek egy ilyen téglás árnyalatot. Mindig kevertem 2-3 színt, aztán elértem ezt az árnyalatot, de most megvan. Na, sziasztok! Jövök hamarosan. Egy kis spoiler, itthon vagyok már, de már megy le a nap, úgyhogy nagyon-nagyon szerettem volna ezt a két új szerzemét, a pirosítót és a rúst még így természetes fényben megmutatni nektek, mert na, az a lényeg, és lehet, hogy meg is fogom nektek mutatni, hogy én ezt a színt vadászom évek óta. Tehát tényleg évek óta ezt a színt vadászom, és már majdnem el tudtam érni ezt az árnyalatot, megmondom mivel, a MAC-től a Velvet Teddy és a Chili keveréke, meg még talán egy pici kis ilyen pirosasabb árnyalat még rajta, de
leitatva utána papír zsebkendővel. Na, szóval akkor lett ez a szín. Nekem ez a kedvenc ilyen pirosas, korallos, olyan színű pontosan, olyan árnyalat, mint most a hajam. És az is most új, tehát most ez frissen van festve, és most végre el lett találva a jó árnyalat, és ezt imádom. Most ki is van vasalva, meg egyébként le is van vágva, még így is nagyon hosszú. De nem ez a lényeg, hanem én most leszettem azt a púdert és ilyen pírokat, amik rajtam voltak, kicsit visszapúdereztem, és rátettem egy teljesen friss, tiszta ecsettel ezt a Dior pirosítót, és pontosan olyan, amire számítottam, a hajamhoz passzol, a rúzs passzol hozzá, úgyhogy én most azt mondom, hogy így ez nekem egy nagyon önazonos smink, nagyon-nagyon élem, ezzel a szemhéjfestéssel, úgyhogy mondom, ennyi fényt még tudok nektek prezentálni, a körlámpánál nyilván ez már nem fog úgy látszani, de gyorsan még kijöttem, hogy ezt meg tudjam nektek mutatni. No, sziasztok, hát elmaradt különben, utólag jutott eszembe, hogy elmaradt az ikonikus Ildikó Beauty is beköszönés, úgyhogy én most köszönnék be nektek. Halihó, sziasztok kedves követőim, üdvözöllek titeket újra itt Ildikó Beauty csatornáján, és igen, a Müllerben voltam, és most szeretném nektek tényleg megmutatni egyesével is, hogy miket vettem. Először is itt van a blokk. Hát figyeljetek, azért ez egy picit húzósabb, szóval ez nem egy rossz, mondom, hogy egy DM haul. Ez egy picit húzósabb, de az az igazság, nincs egyáltalán semmi okom magyarázkodásra, vagy indoklásra, hogy én mikor és mennyiért vásárolok, és hol bármit, de azért azt hozzá kell tennem, hogy én most évvégén az iskolától, ahol én tanítok, egy egész magas kiemelést, dicséretet, jutalmat kaptam, ami pénzjutalom is volt egyben, és én már akkor elhatároztam, hogy ha én majd megyek januárban, és tudtam, hogy vannak jó leárazások a Müllerben, akkor kvázi én ezt ennek fogom egy részét, ebbe fogok úgymond beáldozni, úgyhogy tulajdonképpen ezt annak is felfoghatjuk, ezt a vásárlást, hogy az én tavalyi munkámnak a gyümölcse, az én iskolámnak a honorálása, az én nagyon kimagasló és sikeres évemnek a megkoronázásaként, ugye kaptam ezt a szép jutalmat, és hát itt van a blokk, meg is mutatom most gyorsan a száját. Szóval az történt, hogy itt nem tudom megmutatni nektek a cukorkákat, amiket vásároltam. A blokkon láthatjátok, hogy melyek azok, mert egyszerűen kitörlődött valahogy a konvertálás alatt az egész, de még a kukából is. Úgyhogy én itt ebben a pillanatban pont azt mutatom, hogy túrja-fúrja magán a cica a vásárolt cuccok között, amiket most meg nem tudok nektek megmutatni. És még volt egy kis szatyor is, amit a kasszánál ajándékba kaptam, parfüm mintával, krém mintákkal, hát ezt se tudom már nektek megmutatni, ne haragudjatok, egyszerűen elszállt valahova, de azt nem tudom, hogy hova, bocsi. Hál' Istennek egy sima kézműves szappannal, talán a, most nem tudom melyiket használtam, de mindegy, szóval egy ilyen kézműves szappannal simán lejött, úgyhogy már nem érzem magamon. A bal csuklómon ugye nem mostam le a parfüm próbát, az nagyon-nagyon finom. Az a Christian Bretonnak most sajnos nem néztem meg, hogy 9000-re volt félára leakciózva az a parfüm, de isteni finom illata van. Nos, ennyit a mintákról, most még jöjjön két dolog, amit ajándékba vettem, ugyanis az egyik kedves növendékemnek jövő hétfő lesz a 18. születésnapja, hát én nem is tudom, 4. éve tanítom. Ugye most érettségizik, és hát gyönyörű szép hangja van. Úgyhogy először is kap tőlem egy Milka szívet. Ilyen kis pici szívecskék vannak benne, tudjátok, ismeritek. Vagy ha nem ismeritek, akkor mondom, hogy ilyen kis pici szívecske csokikkal van tele ez a kis doboz. És hát megláttam, gyerekek, egy ilyen pezsgő. De tulajdonképpen úgy néz ki, mint egy ilyen pici pezsgő, de ez egy fürdő
és tusoló gél. Tehát egyben ilyen fürdőhabi is, meg ilyen tusoló gél, és megnézem, hogy egyébként, mert ugye nem tudom kibontani, tehát fogalmam nincs, hogy milyen illata van, vagy mi, de azt írja, hogy pink póni. Tehát ez az ilyen meghatározás, hogy pink póni, Wonder Nice márkától. Hát igazából nem látok semmi. Hát nem. Pezsgős. Azt írja, hogy lehet, hogy ez egy ilyen picit ilyen habzó, ilyen pezsgő érzése van az embernek, amikor így fürdik vele. A minden esetre szerintem állati jól néz ki. Úgyhogy arra gondoltam, hogy úgyis egy 18. születésnapon minimum bontunk egy pezsgőt, úgyhogy egy jelképes pezsgőbontás majd az iskolába egy csokival, és én ezt most be is teszem ebbe a Mülleres szatorba, mert én ezt így fogom akkor odaadni. Majd kis csokit szerintem még mellé rakok, még valami más, vagy cukorkákat, vagy nem tudom, de minden esetre ezt így Boglárka fogja kapni. Következő fátyolmaszkok. Mert ugye azt ott láttátok, hogy mutattam ezeket a Garnier fátyolmaszkokat, legfőképpen azokat, hogy ezek olcsóbbak voltak, mint a DM-be vagy a Rossmannba. Határozottan emlékszem, hogy 1000 forint fölött van az áruk a másik két drogériába, úgyhogy vettem egy hidrabombot, ami egy másfajta illat lehet, vagy nem tudom, mert ugye az egyik, szerintem ez aloe verával. Ezek ilyen aloe verák, ami rajta van. Igen, aloe vera, pontosan. Tehát ez aloe verás, ez pedig... Ez is aloe verás. Ez is aloe verás, vagy várjatok? Mert valami más is ide van írva, csak annyira picivel, tényleg annyira szeretném pontosan nektek megmondani. Acit hialofonifol, micsoda? Na jó van, figyeltek, nem tudom, valami acid valami, bár kémiából egyébként dicséretes ötös voltam, de az már nagyon rég volt, úgyhogy ezt most nem is látom, és nem is akarok hülyeséget mondani. Az a lényeg, hogy ebbe valami szérum, valami van, valami acid, de... Biztos, hogy jó, higgyétek el. Vettem ezt, már többször vettem ezt a probiotikumos verziót, ezt én nagyon-nagyon szerettem. Ezt valamikor mondtam is, hogy na kipróbálom, és majd megmondom, hogy milyen lesz. Hát ezt én nagyon-nagyon szeretem. Egy másik hidrabomb, ez is ilyen hialuronos, és ebbe is ez az acid akármi van. Menjen valahova ez az acid, de nem tudom, hogy mi, nem is tudom elolvasni. Szóval így hidratáló dolog, jó, higgyük el végül, és ezek meg gránátalmák, úgyhogy szerintem ebbe gránátalma kivonat van. Még egy ilyen 2 millió probiotikum, és vettem a Kadelvérától, ugye az a Müller saját márkás, egy C-vitaminos maszkot, mert ezt még nem próbáltam. Ugye, amit nagyon-nagyon szeretek, és van is itthon a Garniertől, amit a múltkor vettem a Rossmannban, ott vettem C-vitaminos, most ki fogom próbálni, hogy milyen ez a KDA bírás. Úgyhogy erre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Nos, a többi cuccot meg már ide raktam az asztalra, úgyhogy most ezeknek a bemutatója következik. Hát ugye spoiler volt már a korábban, és hát láthattátok, hogy vettem sminkeket, és hát igazából egy pici magyarázattal is szolgálok, mert pontosan egy nagyon-nagyon kedves követőm kérdezte a múltkori videóm alatt, ugye én vettem a Rossmannban egy pirosítót, és itt a pirosítókkal, megmondom őszintén, itt van nekem az összes pirosítóm, és ezt így ki is fogom most venni, itt vannak a pirosítók, nagyon-nagyon sok nagyon régi van, és igazából már ki is kéne szelektálni. Ugye én nagyon sokat már meséltem arról, hogy én ezt a Miracle Pure Max Factor, hát kicsit ilyen CC krém jellegű, de egy ilyen nagyon lágyfedésű alapozó, amiben hialuronos szérum van,
Én ezt szoktam így összekevergetni porállagú pirosítóval, és akkor egy ilyen picit ilyen krémesebb textúrát érek el. Na most ennek következményeképpen, és ezt meg is fogom nektek mutatni, az én gyönyörűségesen szép nász pirosítóm, gyakorlatilag, tehát ez már így néz ki. Tehát először is egy picit azért nyilván így beszalonnásítottam, de ők nem érdekel, mert továbbra is most már csak erre a középső részre, ugye már teljesen leértem az aljára, bele csöpögtetek egy kis alapozót, és utána pedig az ecsettel így körbe karikírozom, körbe összemosom ezt a két állagot, a port meg a krémet, és akkor így lesz nekem egy ilyen picit krémesebb pirosítom. De hát ez már gyerekek így néz ki. Ebből kifolyólag ugye én egy hasonló, egy ilyen picit májvásabb, de egyébként tényleg nagyon szép színe van, 800 forintért, 900 volt talán, megvettem ezt a Rival pirosítót, és kérdezte az egyik követőm, hogy hát ugye milyen szép, stb. Még egyébként tényleg gyönyörű szép színe van, hogy mennyire tartós, hát semennyire. Semennyire nem tartós. Egyébként ezt, én ezt a sulis sminktáskámban hordom, és ott oda is fogom visszatenni, mert arra jó, hogy így napközben egy kicsit így rá pirosítok az arcomra, mert tényleg úgy érzem magamat, mint egy ilyen hullajelölt, és egyáltalán nem tartós. Tehát van, amikor beérek az iskolába, ugye, hát hozzáír a sálam is az arcomhoz, alig látom. Tehát mindig csak egy ilyen halott, halsápat azt néz vissza a tükörbe, ha nagy ritkán bele tudok nézni, mert van, amikor annyian vannak, hogy arra nincs idő, hogy egy kicsit megnézzem magam a tükörbe. Úgyhogy hát nem tartós. Nagyon szép szín, de nem tartós. És hát én nekem vannak itt ilyen ős kőkorszaki pirosítóim, például ez a Catherine Early, ami egyébként egy szép, de borzasztóan fényes, tehát borzasztóan highlightos, amit egyébként nagyon szerettem, de ez is inkább csak ilyen nyári, ami nagyon a NARS pirosítóra hajaz, és rengeteg highlight van benne, nagyon fényes. Szintén nem szeretem ilyen időszakba hordani a Catrice-től ez a pirosító. És hát én ezt nagyon-nagyon szerettem, ezt a pirosítómat, ezt a Natasha Denona-t, de hát már ez is nagyon-nagyon a végét járja, látjátok. Hát a highlight az már teljesen eltűnt belőle, de ez is egy ilyen világosabb. Tehát én látjátok, hogy ezt az ilyen barackosabb, májvásabb árnyalatokat szeretem. Egy nagyon-nagyon régi, de ez meg most abszolút nem passzol a színemhez. Egy MAC pirosító. És mostanában kezdtem újra használni ezt a Cinderellás kollekcióját a MAC-nek, amit szintén így össze szoktam mosni, mert inkább ezt én highlightnak használom. Látjátok, hogy már ez is mennyire csillog, mert én ezt ilyen highlighterként meg is mutatom, mert most egyébként nem tettem vissza a highlightot. Tehát ezt így össze szoktam az egészet keverni, kavarni, és akkor így felrakok egy kis highlightert, és akkor ezt így ennyi. De ez igazából a kezdetől fogva nem volt a kedvencem, mert nem alkalmas csak pirosításra, mert ahhoz meg túl világos, iszonyatosan világos, az én arcomon ez nem mutat. Ha meg összekeverem a highlighterrel, akkor nagyon-nagyon csillog. Tehát megint csak ott vagyok, hogy használhatatlan. A Ferikétől, kim volt Japánban, ugye ősszel, és kaptam egy csodálatosan szép pirosítót, amit viszont én nem az arcomra szoktam megint csak használni, mert ahhoz megint csak túl virágos, hanem a szememre. És még ugye van itt nekem két kedvencem a Lovely-tól, két ilyen pirosítókorong, ami szintén inkább ez egy highlight, látjátok, tehát inkább egy highlight. És a másikat is egyébként inkább szemre szoktam így gyorsan, ha sietni kell, ez egy ilyen mattabb árnyalat, szemre szoktam használni, és így egyébként van egy-két ilyen folyékony pirosító, amiket szintén annyira nem preferálok, a NYX-től, vagy ugye még van ez az 1000 éves L'Oréal Infallible krémes, stickes, amiből már gyakorlatilag semmi nincsen, de ez is egy ilyen narancsos árnyalat, és még van egy, ami nálam viszont inkább, mint egy bronzosító működik, amit Alma Papitól kaptam, a Makeup Factory-től.
szintén inkább nekem ez egy ilyen bronzer szint. Tehát szóval itt ez már egy ilyen sötétebb, és igazából ez nekem nem az a, tehát nem azt az üde hatást adja vissza, amit én el szeretnék érni egy pirosítóval, hanem inkább úgy elnyom. Tehát, és én ezt ma el is határoztam, hogy mindenféleképpen fogok keresni egy olyan pirosítót, ami az a szín, amit én szeretek, tehát ez a barackosabb, de nagyon szép árnyalat, az arcomon nagyon szépen mutat, pigmentált, tartós, és nyilván azt nem tudom megállapítani most még, hogy, tehát, hogy mennyire tartós, bár egyébként, tehát látom, hogy mennyire szép, és hogy meg sem mozdult egyébként, utána is még voltunk több helyen, meg még hazajöttünk, és hát láthattátok a lépcsőházba, és még mindig gyönyörű volt az arcomon, pedig simán csak az ujjammal tapogattam föl. Szóval summa summarum, én tudtam, hogy én szeretnék egy pirosítót, és azt is tudtam, hogy nem drogériásat. Úgyhogy én egyből megcéloztam a Chanelt, én ott nem találtam, mellette volt a Dior, hát és ott meg rám nézett ez a csoda, amivel én már nagyon-nagyon régóta, meg kell, hogy mondjam, én már nagyon régóta szemeztem mindenféle webshopokban, pontosan egyébként ezzel az árnyalattal, úgyhogy hát láthattátok ott az üzletben is. Én most ezt nem fogom külön kiszvacsolni, mert a videó elején láthattátok. Van rajta egy ilyen védő műanyag, keményebb fólia, úgyhogy én tulajdonképpen nem hiszem, hogy fogom használni ennek az ecset részét, de én most ma egy ilyen teljesen szűz és tiszta, ilyen nagyon szép, ez egy Catrice, vagy Essence, talán Essence, egy ilyen karácsonyi kollekciós ecset, én ezt annó kaptam, és hát egy picit azért látom, hogy vannak benne ilyen kis csillámok. Tehát az látszik, hogy ezt nem tudom mennyire, itt nem fogom tudni nektek megmutatni, de talán majd egy ilyen előlapi, tehát nem az előlapi kamerával, hanem ú, de gyönyörű, úristen. Tehát ráközelítek majd mindjárt, és akkor megláthatjátok. Amúgy így néz ki, tehát a sima fehér ecseten ilyen csodálatos rózsaszín, és szerintem ez lesz az a pirosítóm, amit nem fogok tudni túltolni, mert egyszerűen annyi csak, hogy így belemártom az ecsettel, fölviszem az arcomra, és ilyen, és szerintem nagyon szép, én ezt nagyon szépnek látom. Aki szerintem erre azt mondja, hogy ez nem néz ki jól, annak nincs igaza. Mást akartam mondani, de nem mondom. Na, szóval az a lényeg, hogy én most ennek nagyon-nagyon örülök, én erre most nagyon fogok vigyázni, úgyhogy én mondom, visszarakom ebbe a kis műanyag lezárósba, ide belerakom, és olyan béna vagyok, hogy nem tudom egyszer. Lehet, hogy ez most már az életben fogom tudni így visszapakolni, de visszatudom. Úgyhogy én borzasztóan nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy én ezt megvettem. Itt van a doboza is, úgyhogy még a dobozába is visszateszem. Vannak dolgok, amikre így extrém módon a mai napig vigyázok, és dobozában tartom. És ugye a másik dolog, amit láthattatok, az pedig ez a Dior rúzs. A Forever, igen, a Forever családból, és pontosan a száma pedig az 525-ös. Így néz ki, tehát ez az a fajta rúzs, amit én nagyon szeretek, és nekem több ilyen fajta rúzsom is van, egyébként pontosan a MAC-től, amik ezek az ilyen, tudjátok, az ilyen kitekerős, és én nagyon szeretem az ilyen rúzszeruzákat, mert borzasztóan nagyon jók. Egyébként talán ez már egy ilyen hasonló árnyalat, tehát nem véletlen, hogy én ezeket, és a MAC-nek ugye van ez az árnyalata, ez is egy eléggé hasonló, de külön ki fogom most kenni, hogy így emellett, az új rúzs mellett, ennek mennyiben másabb a színe, ugye ő így néz ki, így kitekerve, és most odahúzom a egyik kedvenc árnyalatom mellé.
És igen, itt is látszódik, tehát látjátok, hogy ez az új rúzs, és hogy ez picit bordósabb, pirosasabb, és én mióta keresek egy ilyen korallosabb, tehát tényleg egy ilyen korallos árnyalatot, amiben nincs meg az a bogyós, az a nagyon ilyen másfajta tónus, ami nekem nem áll jól. Tehát én nekem nem áll jól az ilyen bogyós gyümölcsös szín, az ilyen pinkbe hajló színek, nekem nem állnak jól, nekem ez áll jól, és nem szárítja a szelet, és nagyon kényelmes, és amióta föltettem, meg sem mozdult, úgyhogy, és egyébként gyönyörűen néz ki, csak kényes, ugye, mert ilyen matt doboza van, mármint a matt a borítása, és találtam itthon, képzeljétek el, itt van, ebbe a dobozba vettem, és találtam, képzeljétek el, egy tök hozzápasztoló ceruzát itthon a Shetől, és ezzel is kontúroztam körbe a számat, és ide húzom most az új rúzs mellé, hogy mennyire passzol, látjátok? Egy nagyon picit, egy hajszállal picit sötétebb, de nagyon-nagyon hasonló, nagyon passzol hozzá, és szerintem ad egy nagyon-nagyon szép keretet, és én ettől a rúzstól el vagyok ájulva, és tényleg, most komolyan, ugye nagyon-nagyon örülök neki, úgyhogy annyira örülök neki, hogy most itt le is állítom a videót, és egy újat fogok kezdeni. Na, és amit még vettem, két, illetve még három a sminkeléssel kapcsolatos. A legutolsó videója Turbuc Timinek egy olyan videó volt, nagyon-nagyon tetszett, 10.000 forint keret volt, amit Reginának és Zsuzsinak kellett felhasználnia a DM-ben, talán vagy Rossmanban. Erre már nem emlékszem, de az a lényeg, hogy sminktermékeket kellett vásárolni Timinek, aki utána ezekkel sminkelt. És vettek Timinek egy mind a kettők által kedvenc szempilla festéket, a Miss Sporty-tól ezt a Fabulous Lash, és ezt mondom, ezt én is megfogom benne, és valami 900 forint volt. A másik dolog, hogy nekem, igaz, hogy ebben most már alig van, de szintén van egy Miss Sporty szempilla spirálom, ami pedig ez a Studio Lash, vagy Lash, és én ezt többször is már újra vettem, mert annyira jó. És ugye ezt vettem most meg, és most nézzük meg így egymás mellett, hogy ugye ennek egy szilikonos keféje van, és ha jól emlékszem, mint hogyha ez egy hagyományos kefe lenne. Igen, ez egy hagyományos kefe, de ugyanúgy van egy ilyen pöndörítő rész benne, tehát egy ilyen gödörítős, homorú rész benne, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Egyébként visszatérve a rúzsnak isteni finom illata van, az új rúzsomnak, úgyhogy ezt még mint információt muszáj veletek megosztam. Úgyhogy megvettem, mondom, ezt a Miss Sporty szempilla festéket, illetve a kedvenc színem. Tehát ez tényleg a kedvenc színem annyira, hogy én ugye nyáron kaptam egy ugyanilyen, hát majdnem ugyanilyen szín a Zsuzsitól. Hát most megpróbálom nektek, itt van. A Pink Bandának a márkája, és most már egyébként annyira elhasználtam, több mint a felét elhasználtam, egy ilyen narancs. Egész nyáron ez volt rajtam, és szerettem volna egy ilyen hasonlót, de látjátok, hogy ennek ilyen még picit ilyen pirosasabb színe van, tehát még narancsosabb. Úgyhogy ezt mindenféleképpen ezt megláttam, és ez így rám nézett, ez egy Catrice, mi ez, körömlak, és megmondom nektek az árnyalata, mert van neki egy száma, az pedig a 010-es. 010-es árnyalat, Super Bright, na, mi ez, körömlak, Super Bright, igen. És mondom, ez nem az Iconails sorozat, egyébként nekem nagyon sokáig a Catrice-től ez az Iconails sorozat volt a kedvencem, de egyébként hasonló. Úgyhogy most is látjátok, hogy ilyen picit ilyen narancsosabb, piros körömlak van rajtam. Ezt ha le fogom szedni, mert ennek most már eléggé ideje van, akkor őt fogom használni, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örültem. Viszont ecsetek. Ugye említettem, hogy nekem szükségem van alapozó ecsetre.
Na most ugye elég sokáig használtam a 200-as kellapúder ecsetet, amit nagyon szerettem, de látjátok itt, és megpróbálom így mutatni, és remélem, hogy látszódik, itt, most így látszódik, látjátok? Tehát jönnek ki belőle a szálak. Először az volt a problémám, hogy nem tudom jól kimosni, utána meg az volt a probléma, hogy aztán sikerült egy ilyen tippet kaptam Verától, hogy ilyen olaj, meg mosogatószer keveréke. Egyébként tényleg tök jól kitisztította, de ugyanúgy továbbra is hullik, és iszonyat kellemetlen, és egyébként tehát nem tudom tovább használni. Sajnos őt ki fog kelleni dobja, mert teljesen tönkrement. És én utána vettem egy alapozó ecsetet még hozzá, és ezt keresem most. Itt van. A Gabriella szálvététől, és ez is kezd így tönkre menni, gyerekek. Szóval, pedig ezt nagyon-nagyon szerettem, ameddig tudtam jól használni. Nem tudom normálisan már ezt se kimosni, mert ugyanaz történik vele, már ebben még teszek egy kísérletet, de ugyanaz történik vele, mint a kellapúderes ecsettel. Úgyhogy, mivel nem volt egy nagy összeg, én nem is tudom, nem volt 2000 forint talán, a Müllernek szintén egy ilyen saját márkás, ez a Body Soul, ilyen bambusz ecset, úgyhogy én ezt megvettem, és ezt most meg is fogom nézni, mert én ezt ott ugye nem tudtam úgy kibontani. De nézzük meg, hogy ez milyen. Egyébként jónak tűnik. Tehát nagyon-nagyon hasonló maga az ecset, mint ez, amit eddig én ugye használtam. Tudnám ezt innen kibontani, gyerekek. Annyira bírom, amikor annyira tényleg úgy leragasztanak meg minden ilyen szalagokkal, meg ragacsokkal, hogy nem lehet. Hú, ez nagyon puha. Hú, de jó, ez egy ilyen fa nyelű ecset. Soha nem próbáltam ilyen Mülleres ecseteket. És annyira puha, gyerekek, hát ez valami csúcs. Na, hát nagyon kíváncsi vagyok. Isteni puha, ezt látjátok. Na, szerintem ez megér egy próbát, és drukoljatok, hogy jó legyen. Én nagyon remélem, hogy ez jó lesz, mert így első látásra, első ránézésre, az biztos, hogy azt nem nagyon szeretem, ha valaminek fa a nyele. Tehát az biztos, hogy ezek a Milani ecseteim, amik nem mai darabok, és még mindig szuper, tehát minden, aminek nem fa a nyele, például a Real Techniques, ugye, vagy akár egyébként nekem még van egy alapozó ecsetem, és nagyon jó, tehát azért még van egy alapozó ecsetem a NYX-től, de én ezt, mivel ez annyira pici fejű, én ezt ide korrektorozásra szoktam használni. Úgyhogy ezzel azért vigyázni kell majd a mosogatásnál, mert szerintem ezt megpróbálom úgy, hogy ezt ne érje víz, hogy nem menjen hamar tönkre, de mondom, itt van az ecset, és nagyon remélem, hogy jó lesz. És ha körülnézek, látom, hogy még egyetlen egy dolgot vettem, ami pedig egy ilyen kozmetikai dolog, egy tonik a Clarins-től, és ugye ez féláron volt, mert ez is le volt árazva. Én most használok a Clarins-től egy ilyen hosszúkás és ilyen sárga színű tonik, alig van már benne, nagyon meg vagyok vele elégedve, viszont ez nekem nagyon-nagyon szimpatikus volt, úgyhogy én megvettem ezt. Leszedjük a biztonsági mi ez, vackot róla. És ugye ez egy mély tisztító és mattító tonik. Nézzük meg, hogy egyébként milyen illata van, ha van-e illata neki egyáltalán. Nagyon, nagyon finom ilyen picit ilyen rózsás illata van, ez nagyon fura, egy picit rózsás illat, nagyon tetszik. Nem is rózsa, őszi barack. Úgyhogy lehet, hogy ilyen őszi barack kivonat is van benne, ugye ezt nagyon sokat használják a kozmetikumokban, ezeket az ilyen mag kivonatokat. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, be fogok róla számolni, hogy milyen. Még egyszer körbenézek, de szerintem mindent elmondtam, és szerintem ez egy hosszú videó lesz, mert ha azt is hozzátesszük, hogy én ott elég sokat vlogoltam, úgyhogy ez egy ilyen Müller Hall vlog videó lesz.
Hát remélem, hogy eljutottatok a végéig. Hát lányok, fiúk, köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Én remélem, hogy tetszett. És hát kaptatok ötleteket, vagy legalábbis mutattam nektek újdonságokat. Csomó mindent mutattam, amiket ugye nem is vettem, meg láthattátok. Nekem mindig a Müllerbe való vásárlás, illetve a Müllerbe való nézelődés, az egy ilyen külön valami. Tehát az nem olyan, hogy bemegyek a Rossz Mama vagy a DM-be. Nekem a Müllerhez mindig több idő is kell, és nekem arra egy ilyen ráhangolódás kell, és hát oda kicsit mélyebben bele kell nyúlni a pénztárcába, ezt ugye tudjuk, de nem feltétlenül kell mindig high-end termékekkel kijönni. Nekem volt már olyan, hogy egy tusfürdővel, pár cukorkával, kekszel, és nem is tudom, valami testpermettel távoztam, tehát nem feltétlenül kell ott halálra vásárolni magát az embernek, de minden esetre én örülök, hogy ma ott voltam, tök jó dolgokat vettem, nagyon örülök, és nagyon szép hétvégét kívánok nektek, hogyha ez hétvégén megy ki ez a videó, nem tudom, ha nem, akkor meg nagyon jó hetet, vigyázzatok magatokra, és lájkoljátok a videót mindenképpen, iratkozzatok fel a csatornámra, találkozunk hamarosan, sziasztok!